Jó programok, finom ízek és jó hangulat. Végre ismét közös élmények lehetősége egy nehéz időszak után. Ez az érzés járta át a Bográcsmester főzőverseny helyszínét, ahova számosan tértek vissza azok, akikről évre vállalkoznak arra, hogy barátaiknak is megmutassák gasztronómiai képességeiket. A szervezők pedig minden lehetségest bevetettek annak érdekébe, hogy ez a nap is emlékezetes maradjon az itt élők és a környékből beutazók számára. Csülökköröm, lapocka. És jön bele a burgonya, ami bele, tehát nem külön főzve, hanem bent. Mi a titka? Mi a titka? Finom legyen. A főzők között ott volt a Bokréta Néptánc Együttes egyik fele. A másik ugyanis a fellépésre készült, de erről majd még esik szó a későbbiekben. Tamási egyik legjelentősebb civil szervezete számára a város kiemelkedő programján részt venni szinte kötelezettség, mondták az üst körül tevékenykedők. Valamilyen szinten a várost is képviseljük ezzel. Marha pörköltet, vörösborosan, és hát remélem jó lesz. Szeretek főzni, és bevállaltam, hogy én főzök, és többiek belementek, és ezért én főzök. És persze egy ilyen alkalommal a város első embere is a versengők között van. Mert hogy ez azért egy igazi viadal, igaz nem életre halára, csak a dicsőség meg az élmény kedvéért. Sajnos tavaly évben is az egyetlen igazán nagy rendezvénye volt a városnak a Tamási Bográcsmestere főzőverseny. Reméljük, hogy az idén nem így lesz. Ez egy most már elég komoly hagyományokra viszonyuló programrendezvény itt a Turmezei téren Tamási főterén, hisz 21. alkalommal kerül el sor. Helyi kezdeményezésre került először megrendezésre 21 évvel ezelőtt, és mindig nagyon népszerű töretlenül, hisz egy családias, barátias hangulat jellemzi, nagyon jó helyen van itt a főtéren, a lombos fák árnyékában, a színpad közelében egy hangulatos délután estét tud mindenki eltölteni. Nagyon jó ismét látni az ismerős csapatokat, arcokat, személyeket. Hát jó néhány olyan emberrel találkoztam, akivel több hónapja nem például. És örülök neki, hogy nem csak tamásiak, hanem tamási környéki településekről is ismét érkeztek csapatok, és ez is fontos nekünk. 21 néhány induló van, most nem tudom pontosan mennyi, de a jó fele a főzőcsapatunknak az visszatérő vendég, visszatérő főzőcsapat. Most már magamat is egy kicsit ide sorolom, hisz most már harmadik alkalommal próbálkozom én is. Mindenkinek a saját bográcsába készült étele a legfinomabb, és ez így is van rendjén. De azért vannak szakmai kritériumok is, hiszen a zsűri pártatlan, és nekik a kívülálló szemével kell majd ítélkezniük. A legfőbb bíráló ezúttal nem csak ítéletet mondott, hanem körbejárva a teret jó tanácsokkal is ellátta a fakanállal mesterkedőket. A bográcsban főzés az egy nagyon régi hagyomány, és az igazi csoda abban, amit sajnos itt nyilván egy okok miatt kevesebbet látok, a fa van alatta és nem gáz. A fának a különleges aromanyagai megjelennek a bográcsban, és ettől lesz igazán különleges egyrészt a bográcsban készült étel. Természetesen ez is segít valamit, tehát az, hogy a természetben van és kint a természet körülményei között készül, ez valami töbletet hozzáad, de igazán az lenne a jó, ha döntően fa lenne alatta, mert az adja az igazi plusz. Mi a nehézség? Hát ugye egy lángot itt könnyű szabályozni, a fatüzet nehéz, szóval könnyű szabályozni, márpedig az egyenletes pirulás az egy rettentő fontos dolog. Bográcsban tipikus probléma az szokott lenni, amikor túlkapja a meleg, megégnek a hagymaszemecskék, és ilyen cellulózlemecskék feketén úszkálnak majd a tetején, na az a tragédia. Hát ilyen esetben lánggal, gázlánggal ennek a valósége nagyon kicsi, de a nehézség ez, hogy egyenletes hőt adni a bográcsba, ez mindig egy kihívás. A másik, ami igazálja a bográcsba, hogy ez körül lehet állni, ez egy buli, ez egy jó hangulat, egy farhet mellett nem fér el sok ember, itt akár 10 ember is körülállhatja, és a láng mellett egy jó kis pohár bor mellett, egy kis ráhangoló pálinkával, ez önmagában egy poén, hogy az ember egy ilyen környezetben, ilyen társaságban főz, mindenki hozzáteszi a saját kis gondolatait, majd a tányéra megkapja magáét, és ha jól sikerült, örömmel fognak felállni. A bogácsi kis lányoknak nincs párja, mikor mennek vasárnap a templomba, olvasó és ima könyv van a pici kezébe, régi szeretője van az eszébe.
Miközben a téren a felelősök az ízek harmóniájára vigyáztak, bent a házban egy különleges kiállítás megnyitására készülődtek. Saját értékeiket gyűjtötték csokorba, és tárták az érdeklődők elé. A Tamási Művelődési Központ fontos feladatának tartja azt, hogy bármilyen programja van, bármilyen tevékenysége, rendezvénye, akkor egy kicsit mindig úgymond kihegyezzük az értékekre, a helyi értékekre, hiszen amilyen fontos mondjuk a herendi porcelán országosan, olyan fontos nekünk a C-kancsó Tamásiba, ami a helytörténeti gyűjteménybe kerül kiállításra. Tehát igyekszünk felfűzni a programjainkra, mert hogy elsődleges cél az, hogy nem csak felkutatjuk, megőrizzük, hanem meg is mutassuk ezeket az értékeket, és a helyben élők legyenek tisztában azzal, hogy milyen fontos olyan jegyei vannak a településnek, ami megkülönbözteti más településektől, és bizony nagyon sok ilyen van. 2013-ban alakult meg Tamásiban az Értéktárbizottság, ami azt tűzte ki céljául, hogy ezeket számba vegye, ezeket az értékeket, és most a bográcsmester főzőversenyhez kapcsolódóan is fontos célnak gondoltuk, hogy azok, akik ellátogatnak hosszú idő után ilyen létszámba a Tamási rendezvénytérre, azok megint csak kapjanak egy kis ízelítőt. Aztán ez nem is ízelítő lett, mert hogy tulajdonképpen minden helyi értéktárban szereplő értékünk látható most a Tamási Művelődési Központ folyosó galériáján. A kíváncsiak találkozhattak a pörkölt cukortortával, a sváb tutyival és a dámszarvassal vagy a tamási fürdővel is, sok más mellett. Amíg az ételek elkészültek, a színpadon ugyancsak a helyi értéknek számító és már emlegetett Bokréta táncegyüttes tagjai dolgoztak meg a vörösboros marha pörköltért. A csapat tagjai a Covid beköszönte óta nem álltak színpadon, így a tamásiak nagy rendezvénye számukra kettős örömmel bírt. Az idei bográcsmester főzőverseny legfinomabb étele díját egy tejfölös báránypaprikás kapta, melyet kaprosnak edlével készítettek. Míg a külön díjat egy angusz marhalábszárt pörkölt nyerhette el.